A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltára nyerte el idén az év levéltára díjat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűjtemény munkatársainak összetartó és színvonalas szakmai munkáját dicsérték az elismerés átadó ünnepségén, ahol kiemelték a levéltár széles, nemzetközi, köztük a kárpátaljai irattárakhoz fűződő szakmai kapcsolatát is. A levéltárosok nem kevesebbre vállalkoznak, mint az egyéni és a közösségi identitás erősítésére, amelyhez a levéltári dokumentumokat hívják segítségül, mondta Závogyán Magdolna, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára a díjátadón. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár meghatározó munkát végez az ország keleti felén, hiszen több szál is összeköti például a határon túli irattárakkal. Jelenleg is több közös projektje van a kárpátaljai levéltárral. Szeretnék a külhoni adatjegyzéket lefordítani, ezáltal a magyar kutatók is hozzáférhetnének a levéltári anyagokhoz, valamint a kárpátaljai okleveleket és az anyakönyveket is digitalizálva a virtuális levéltárba hazahozni. Értékes iratokkal, családi levelekkel, köztük egy 17. századi oklevéllel is gazdagodott idén a levéltár, minden évben akadnak felajánlók, akik gyarapítják a gyűjteményt. A levéltár pedig konferenciákkal, helytörténeti pályázatokkal, kiállításokkal tartja a kapcsolatot a szakmával és az érdeklődőkkel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár Szabolcs megye 14-20. Századi maradandó értékű iratai mellett Szatmár megye 15. századból kelt iratanyagának jelentős, Beregnek kisebb 20. századi részét Kővárvidék, Ung és Ugacsa levéltárának pedig 19-20. Századi töredékét őrzi. A legrégebbi dokumentumok Mohács előtt keletkezett oklevelek. Az intézmény fogadja a régió múltja iránt érdeklődőket, a kutató munkát 21 ezer kötetes szakkönyvtára és reprográfiák is segítik. Vendégünk a stúdióban Kujbusné dr. Meccsei Éva, megyei levéltár igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm. Szép estét. És mindenek előtt szívből gratulálok ehhez a nagyon szép elismeréshez. Köszönöm. Ugye maga a levéltár a történelmi dokumentumokat gyűjti. Elsősorban helytörténeti dokumentumokról van itt szó, de igazából a levéltár milyen történettel rendelkezik, a megyei levéltár? Hát a levéltár elég hosszú időre tekinthet vissza a történetét illetően, hiszen a Nemesi Vármegye megalakulása és működése tulajdonképpen a levéltár alakulásának az ideje. Az ott keletkezett iratokat helyezték el az archívumba, és az volt a feladata az archiváriusnak, hogy ezeket őrizze, porolgassa, és ha szüksége van rá a nemesi közgyűlésnek, akkor ezeket kiadja, majd visszategye a helyükre, ami elég gyakran nem sikerült, hiszen állandóan a nemesi közgyűlés tárgyalta a levéltár rendezését és az iratoknak a rendbeszedését. Ez a hosszú történet milyen szakaszokra bontható? Az egyes korszakokban milyen szerepet töltött be a levéltár? Hát a 20. századig tulajdonképpen ugyanez a segédhivatali szerep jutott a levéltáraknak, a várakban őrizték ezeket az egyébként értékes iratokat, majd a 18. században, mikor létrejöttek a vármegyeházák, akkor oda kerültek, de a 20. század elején a történelem beleszólt a vármegyei levéltárak életébe, hiszen a vármegyék felbomlásával, a határváltozással ezek az iratok többnyire szétszóródtak, legalábbis a mi megyéinket illetően, hiszen Szabolcs megye majdhogy nem sértetlen maradt, vagy legalábbis határon belül maradt, így az iratai is egységben maradtak. Szatmár megye irataiknak egy része került hozzánk, más része Kolozsváron és Szatmárnémetiben van. A Bereg megyei iratokból alig van nálunk néhány méter, Ung, Ugocsa, Kővárvidék levéltárának is csak töredéke került hozzánk, az összes többi a Beregszászi levéltárban, illetve Ungváron található. Akkor ez adja is egy kicsit a feladatot. Igen, hogy ezeket az iratokat azért jó lenne megint egy helyen, illetve hát ha nem is az eredetit, de legalább másolatokat begyűjteni belőle. Igen, predesztináltatunk valóban a külföldi kapcsolatokra, hiszen ha valaki akarja kutatni Szatmár megye történetét, vagy Bereg megye történetét, akkor kell, hogy a mi segítségünket kérjen, mi pedig kell, hogy információval rendelkezzünk ezekről az iratokról,
és legyenek olyan szakmai kapcsolataink, hogy a kutatóinkat tudjuk segíteni, hiszen minden országban más a levéltári rendszer, mások a kutatási szabályok, és mások a kutatók fogadási szokásai is, tehát jól jön az, ha nekünk megfelelő szakmai kapcsolatunk van a külföldi kollégákkal, és tudjuk segíteni az itteni kutatók munkáját. Ez tehát az elsődleges feladat, de nyilván számos szolgáltatással várja a levéltár azt, aki oda érdeklődőként akár, vagy úgymond laikus kutatóként bekeveredik. Igen, hát a 20. század második felében a levéltárak szerepe teljesen megváltozott, napjainkban pedig még inkább kibővült a szolgáltatással, már nem csak őrizzük ezeket az iratokat, illetve rendezzük, hanem igyekszünk információkat szolgáltatni és lehetőséget adni, hogy a kutatók és ügyfelek is információt kapjanak. Az ügyfélszolgálatban nagyon sokan betérnek mostanában hozzánk, hiszen a hadigondozással kapcsolatban tudunk dokumentumokat, illetve másolatokat adni. De ha valaki elhagyta bizonyítványát, vagy éppen nyugdíjba megy, és a munkaidejét nem tudja igazolni, és az a vállalat, vagy az a TS, ahol dolgozott, az beadta hozzánk az iratait, akkor ebben is tudunk segíteni. Akár ha valaki a családfája iránt kutakodik, érdeklődik, ő is segítséget kaphat? Igen, természetesen kutatóink nagy része a családját kutatja, illetve vannak olyanok, akik a településük történetét, vagy éppen annak a háznak a történetét, ahol laknak. Mennyire tud szerves része lenni a levéltár a megye, vagy Nyíregyháza a kulturális életének? Nagyon igyekszünk, legalábbis 2,5 évtizeddel ezelőtt Nagy Ferenc igazgató úr elindította a Nemzetközi Levéltári Napok konferencia sorozatot, ahol a külföldi kutatók megoszthatták az ő kutatási eredményeit, illetve számot adhattak a náluk lévő iratokról, amit mi aztán egy picit még kibővítettünk, levéltárpedagógiai foglalkozásokkal és közművelődési rendezvényekkel. Éppen a jövő héten hétfőn 9 órakor is kezdődik nálunk egy levéltártörténeti közművelődési rendezvény, ahol bemutatjuk a most elnyert díjat, egy picit bepillantást engedünk a levéltár történetébe, beszélgetünk egy volt levéltárigazgató lányával egy olyan könyvről, ami egy napló és egy első világháborús naplója az ő édesapjának, illetve bemutatjuk az új adatbázisunkat is, ez egy háborús adatbázis, mert a levéltár is belépett az internet világába, és 3 honlapunkon szeretnénk közzétenni azokat a forrásokat, amelyeket fontosnak vagy éppen kutatottnak tartunk, úgyhogy akár otthonról is lehet már lassan levéltári kutatást folytatni. Mennyire nyitottak ma a fiatalok ebben az irányban? Mennyire érdeklődőek a helytörténeti dokumentumok és egyáltalán a helytörténet iránt? Azért is érdemes talán ezen gondolkozni, hiszen napjainkban azért sokkal mobilisabbak az emberek, és nagyon sok ember nem feltétlenül a szülőhelyén kívánja leélni az életét, de pontosan ezért talán még fontosabb az identitás érzésnek az erősítése. Igen, levéltár pedagógiai foglalkozásokat is tartunk különböző témában. Nagyon sok iskola betér hozzánk, de örömmel mondhatom, hogy nem csak nálunk lehet helytörténetet tanulni, hanem éppen ma jártam a Jókaiban egy órán, egy helytörténeti órán. Jézs Gábor tanár úr nagyszerű várostörténeti órát tartott, és hozza majd a gyerekeket a levéltárba, tehát összedolgozunk az iskolákkal, és olyan ügyesek, okosak voltak a gyerekek, és annyit tudtak Nyíregyházáról, hogy úgy gondolom, hogy ha ezen az úton haladunk, akkor az identitásokat is fogjuk erősíteni, és a nyíregyháziságuk tudatát is mindenképpen ezeknek a levéltári forrásoknak a segítségével is. Szeretném mondani, hogy 100 év múlva is beszélgessünk erről, de hát ez valószínűleg már nem mi leszünk, de remélem, hogy lesz, aki még fog beszélni erről. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm a meghívást.